Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Önök a rendelő soron következő adását látják, és köszöntöm a stúdióban dr. Várasztó Zoltán főorvos urat, az Albert-Schweitzer Kórház sebészeti osztályának osztályvezetőjét. Főorvos úr, nagyon sok mindenben változott a kórház, nagyon sok mindenben korszerűsödött orvostechnikailag is a kórház, amióta ön itt van. Kezdjük akkor, talán ott 3 évvel ezelőtt került ide, mit tapasztalt akkor? Jó estét, és igazából azt tapasztaltam, hogy egy jó helyre kerültem jó emberek közé, és egy normális jó kórházba, de hát őszintén megvalva ijesztő látványba. Amikor jöttek hozzám Pestről vagy régi munkahelyemről olyanok, akik ide jöttek tovább betegként, akkor mindig mondtam, hogy a legmagasabb és esetlegesen a legcsúnyább, bocsánat, hogy ezt mondom, a legcsúnyább épületet kell keresni. Hát ez azt gondolom, hogy mint egész 60 fantasztikus változásokon megy át, napról napra jobb érzés ide járni. Nem csak 60-ban, mondjuk bár nehéz még bejutni, de azért egyre jobb, hanem az a látvány, hogy először csak kicserélődtek az ablakok, ezt mondjuk belülről volt nagy élmény megélni is a sok felfordulás mellett, de az, hogy normálisan záródó ablakok vannak, és most egyszer csak elkezd színes lenni, és látványosan, hát kifejezetten jól néz ki a kórház, ki az a rész, ami már készen van, nem teljesen, de szépen halad. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon jó érzések. Én tavaly szerintem irigykedtem is, amikor még csak a múzeum lett kész, és a kert meg mindegy, milyen szép, mikor lesz ez is ilyen. Hát azt gondolom, hogy nyár végére ilyen lesz. És hát belülről is óriási változások történtek. A technikai eszközökben, radiológiánál majdnem mindenki cserélődött, az ultrahang sokkal modernebb és sokkal jobb, mint volt. Egyszerűbb is a dolog tőle. A CT, ami a legkiemelkedőbb, az egy nagyon nagy beruházásnak számít, az egy olyan CT került a kórházba, ami az előző CT-nél sokkal modernebb. Ez modernség abban merül legfőképpen ki, hogy sokkal több részletet lehet vele látni, sokkal nagyobb a felbontó képessége, gyorsabban működik, és mindenhez hozzá kell még mondani, hogy egy olyan szerkentyű ez a dolog, ami jelenleg Európában a legelfogadottabb, és mindenki ezt szereti használni. Hát mi is használjuk, persze nem feleslegesen, de használjuk is, nagy segítségünkre van, olyan képeket látunk, amit eddig az előzőeknél nem, és ez nagyon nagy segítség egy sebész létére is számára, hogy mit kell operálnunk. Itt most a nézők majd a mai adásban láthatnak egy-két bevillanó képet erről az új berendezésről. Most már mondhatom, hogy több mint egy hónapja érkezett meg ez a korszerű CT berendezés a 60-i Albert-Schweitzer kórházba. Van-e már tapasztalat? És hogyha most a nézők szemszögéből fordíthatjuk le, akkor kicsit vigyük közelebb hozzájuk, hogy mivel tud többet ez a készülék, milyen eljárásokban tud segíteni, miért jobb, mint az előző. Amivel több, az legfőképp mondom, hogy a felbontó képessége és a sebessége az, amivel legtöbbet tud, és még egy rettentő nagyon lényeges, a megbízhatósága. Azért a legelfogadottabb ez a típusú készülék Európában mostanság, de messze a legmegbízhatóbb az összes között. A felbontó képesség nem mindegy, hogy fél centit látok, vagy csak másfelet. Ezt azért külön kell mondani, az orvostudomány pici dolgait is lehet látni. Akár egy hasnyálmirigyben, egy érben, egy aortán, bárhol olyan elváltozások lehetnek, amit ebben ki lehet már szűrni, az előző CT-ben még nem lehetett volna. A gyorsaság az úgy szintén nem mindegy, hogy mennyi idő alatt megy végig ez a vizsgálat, és minden mellett, ami nagyon lényeges a pacienseknek a szempontjából, az pedig az, hogy milyen sugárterhelés éri őt. Na most a régebbinek sokkal nagyobb volt a sugárterhelése, mint ennek a gépnek, így azért ez egy hasznosabb dolog, szóval nem kap annyi felesleges sugarat, úgymond felesleges sugarat a beteg, mint amennyit az előzőekben. Ez együttvéve abszolút pozitív. Mi orvosként meg azt, hogy hamarabb jutunk olyan diagnózishoz, amihez eddig nehezebb volt, mert az előző CT-n nem nagyon látszott, akkor megpróbáltunk más megoldást keresni. Most meg, hogyha ez fölvetődik valami, és adott és indokolt a CT, akkor elvégezik, és nyilván eredményhez tudunk jutni. Említette főorvos úr, hogy hát a korszerűsége mellett a precizitása az 1000%-hoz közeli diagnózis alkotásában nagyon nagyban hozzájárul és segíti ez a készülék. Esetlegesen a várólista is csökkenhet ezáltal, hogy gyorsabb a készülék ebben? Hát a CT várólista az szerintem igen. Az, hogy a többi része a kórháznak a várólistán mennyit tud csökkenni, ezért annak a függő, hogy hol lesz a legkisebb az áteresztő képesség. Nyilván erre vonatkozott a kérdésem, erre a CT vizsgálatra. A CT vizsgálaton biztos, hogy kevesebb idő kell. És ez egy nagyon lényeges, mert eléggé
nagy számban jönnek ide betegek, akár az ultrahangra is, de a CT-re is, és ezért elég hosszú volt a várólista. Ez azért minden kettőnél csökken. Szóba került a beszélgetésünk elején, hogy nem csak ebben, hanem a radiológiai készülékekben és egyebekben is gazdagodott a kórház, ami nyilván megint csak segíti konkrétan az önök munkáját, a sebész munkáját is. Azok a készülékek, azokról a készülékről mit lehet tudni pontosan? Hát az ultrahang az egyik, ami modernebb és sokkal jobb felbontó képességű. Ez szintén arról van szó, hogy sokkal kisebb apró részleteket észre fog venni a radiológus, amiben egy sebésznek nagyon nagy mértékben segít a munkáját. Aztán például a mammográf készülék, azok a hölgyek örömére. Ez is kevesebb sugárral is sokkal modernebb, mint amilyen volt, és gyorsabb is. Jobb minőségű képeket is csinál. Ez a sebésznek megint csak nekem is, meg a betegnek is rettentően jó dolog, hogy nem egészen nagy sugármennyiség mellett, kicsi mellett, és egy olyan látható elváltozásokat tudunk értékelni, amit eddig nem. De eddig nem láttuk, most meg ott van is látjuk. Akár ezt meg is tudjuk jelölni, hogyha a műtéthez arra van szükség, amire eddig nem nagyon volt lehetőség. Úgyhogy ezek mind abszolút pozitív dolgok a röntgen és a radiológusztály tekintetében. Meg a, és ebből adódóan az egész kórház tekintet. Igazából egy kórháznak három, hát mondhatjuk, hogy a laboratórium az egyik nagyon lényeges pontja, hisz ott mindenki használja. A radiológia az megint csak egy nagyon lényeges pontja. A harmadik az a patológia, de nem a legvégével, hanem a szövettanúkkal, ami nagyon lényeges és mindenkinek segíti a munkáját. Itt most azt mondhatjuk, hogy az egyik ilyen rész, ez a radiológia nagyon nagy mértékben javult, jobb lett, modernebb lett, szebb lett, amit akarunk, mindent mondhatunk rá. 2014. októberében volt egy sebészeti kongresszus konferencia itt 60-ban, ennek is főorvos úr volt az egyik házigazdája, ott akkor szóba került a sebészet komplexitása, mint olyan, és most a korszerű műtőblokk is készülőben van a 60-i kórházban. Mit lehet tudni erről, mennyivel lesz jobb? Mit jelent az, hogy a legkorszerűbb lesz ez a műtőegység, és várhatóan mivel lesz könnyebb az orvosoknak, és mennyivel lesz könnyebb a betegeknek? Hát én még nem vagyok, úgy, nem vagyok olyan jó helyzetben, mint a radiológus főorvos asszony, aki már örülhet, hogy milyen a jó dolgokon dolgozik. Mi ebben még ott vagyunk, hogy csak várjuk a csodát. Ez a csoda remélem nyár végére be is következik. Nagyon szépen épül és nő ki a műtőblokk a földből. A felszereléséről, amit tudok, az az, hogy jelenleg Magyarországon is, akár Európában is jónak vagy legjobbaknak számító eszközökkel mindegyik, amire szükség van, benne lesz a műtőben. Ez vonatkozik az asztaltól, a kézi műszerekig, és vonatkozik a laparoszkópos eszközöktől, az ultrahangos vágóig, amivel idáig például a 60-i kórház nem rendelkezett. Most ez lesz. Tehát akkor az azt jelenti, hogy kevésbé lesz véles és kevésbé lesz fájdalmas a beavatkozás? Hát a laparoszkópia az ugye ezáltal ki fog tágulni, már eddig is a sebészeten mondjuk nem csak laparoszkópos epehólyag eltávolítást, hanem laparoszkópos vakbélműtétet, meg laparoszkópos sztómaképzést, meg laparoszkópos sérvműtétet is végeztünk, de nagyon műtétre nem volt lehetőségünk. Az új toronnyal, az új asztalon, aminek a mozgíthatósága sokkal nagyobb lesz, lehetőségünk lesz akár vastagbélműtétet is végezni laparoszkóppal, és az ugye csak kisebb pontokon, illetve sokkal kisebb felszíni beavatkozásnak számít, belülről ugyanaz, de mégiscsak kevésbé fáj. Valamint az ultrahangos vágó, az meg egy óriási lehetőség az időtartamaknak a rövidítése, tehát egy nagy gyomorműtét vagy vastagbélműtét időtartamát nagy mértékben csökkenti. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt a masinát ráteszem egy akár 5 mm vastag érre, és akkor elkezd így kapcsolódni, pam-pam-pam-pam, és az alatt az ér, az elvágódik és megég, és kész. És nem kell, ez az 5 másodperc vagy 10 másodperc, ami ez tart, ehelyett azt kellett csinálni régen, mert ki kellett szedni mondjuk valahonnan, megfogtam egy fogóval, megfogtam egy másik fogóval, elvágtam, lekötöttem. Most ehelyett ez ennyiből fog állni. Ezáltal rövidül az idő, kevesebb anyag kell hozzá, és sokkal biztonságosabb. Főorvos úr, hogy látja a sebészeti munka fejlődését? Most már 3 éve itt van, viszi az osztályt, és most egy új irányt is válthatnak ezzel, hogy talán Magyarország egyik legkorszerűbb műtőblokkját várjuk itt a 60-i kórházban. Azért ez egy nagyon szép előremenetel, és tavaly is sok professzorral és sok értékes emberrel beszélgettek itt a sebészet rejtelmeiről. Hát én erre azt mondom, hogy elég büszkék is lehetünk rá, akár a kórház, akár mi, akár 60.
hogy gyakorlatilag egyre jobb ez a sebészet, egyre nagyobb lehetőségei vannak, és remélem, hogy ki is fogjuk tudni ezeket használni. A tavalyi kongresszuson, amit 60 rendezett, azon is tulajdonképpen a észak-kelet-magyarországi régiónak a dicséretét vívtuk ki, minden valamit végeztünk, és annak azokkal az eredményekkel. Ezek a lehetőségek ezeken csak nagy mértékben javítani fognak, és remélem, hogy ebben olyan mértékben is tudunk, olyan mértékben tudunk élni, mint amilyen mértékben javultak a lehetőségek, akkor azt gondolom, hogy nem lesz semmi gond. Én Fővös úrnak nagyon köszönöm, hogy ellátogatott ide hozzánk. Köszönöm, hogy bemutattuk az új lehetőségeket, amivel gazdagodott a sebészet, illetve az orvostechnológia munkájához további jó egészséget kívánok. Kedves nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak ma este is, viszontlátásra.